Háborús rovatunkban hamarosan megbeszéljük majd az orosz-ukrán fronton történteket. A mai napon Kis Benedek József nemzetbiztonsági szakértő lesz a vendégünk. A belarusz elnök ismét arról beszélt, hogyha kell, szívesen közvetít béketárgyalásokon Ukrajna és Oroszország között. Az államfő azzal lepett meg mindenkit, hogy szerinte Jevgenyij Prigozsin már nem tartózkodik Belarusban, hanem visszament Oroszországba, Szentpétervárra. A Kreml szóvívője erre csak annyit mondott, nem követik nyomon, hogy a zsoldos vezér merre jár. Az orosz állami média felvételeket tett közzé, ahol elmondásuk szerint a belügy kommandósai átkutatják Prigozsin szentpétervári irodáját és magánrezidenciáját. A hatóságok olyan képeket tettek közzé, amelyeken a zsoldos vezér állítólagos palotája látható. A házkutatáson fegyvereket, aranyrögöket, egy furgon hátulját megtöltő óriási mennyiségű pénzt foglaltak le, és egy parókákkal teli gardróbot is találtak, ami megerősíteni látszik, hogy Prigozsin alkalmanként áruhában utazott a külföldön szolgáló csapataihoz. Na, ez egy érdekes képsor, mindjárt reagáljunk is erre Kisbenedek Józseffel. Igen, olyan krimi beillő, nem? Vagy ilyen, hát nem is tudom, milyen típusú filmekben láttunk ennyiféle arcot egy-egy embernek. Üdvözlő Kisbenedek József, nemzetbiztonsági szakértőt, köszönjük, hogy elvállaltam. Jó reggelt kívánok, ez csak van. Miért a jelentőség ennek, és hogyan történhet meg egyáltalán? Most akkor száműzték Belarusba Prigozsint, vagy ő szabadon mozoghat, és egyszer csak feltűnhet Oroszország egyik legnagyobb városában? Úgy tűnik, hogy szabadon mozog, nem hiszem, hogy nagyobb korlát lenne. Hát van két repülőgépe, aztán vagy rajta van, vagy nincs. Most valószínű megint repülőgépe jött. Hát, hogyha le akarnak tartóztatni, akkor egy repülőgép esetében nem probléma, mert oda mennek a repülőtérre, és az illetőt már is elkapják. Szó nincs arról. Tehát Prigozsinre szüksége van az orosz vezetésnek. Szüksége van még az orosz hadseregnek is, akivel ugye egyébként nem valami jó viszonyt ápolnak, de a helyzet az, hogy az emberei is szeretik. Tehát őt nem lehet egyik percről a másikra csak eltüntetni. De személyében van szükség rá, vagy az általa eddig vezényelt? Az általa nyújtott zsoldosnak. Szolgáltatásokra, és ebben a szolgáltatásban nem feltétlen Ukrajna van benne. Rendkívül fontos a Prigozsin csapatnak az a jelenléte, amelyet Afrikában tapasztalunk. Sok pénzt termelnek, és ebből a pénzből bőven jut az orosz kormánynak is. Tehát itt azért van egy védés-dac szövetség, éppen ezért kellő tisztelettel bánnak vele. Ugyanakkor érzékeltetik azt is, hogy nem illik olyat csinálni, hogy megindulunk a főváros felé. Fene tudja, hogy mi volt az eredeti célja. Eltérítették elég gyorsan, és hát ami a fehér orosz vezetést illeti, azt csinál, amit a Putyin mond. Tehát, hogyha Putyin azt az utasítást adja, akkor nyilván... Mozoghat szabadon, akkor de szó nincs arról, meg az, hogy ne követnék, hogy merre, persze, hogy ne tudnák, hogy merre járni. Igen, ez egy érdekes hír volt. Már ki különböző emberek különböző pozíciókból. Na, de mivel tud másni? Tehát pénzt onnan is, az oligarcháktól is kaptak. Most azért vannak olyan oligarchák, ugye, akik elhagyták Oroszországot, és akár mondjuk még az ellenhangjává is váltak Oroszországnak. Tehát akkor, amit Prigozsin csinál ehhez képest, az miben más? Sokkal több pénzt termel, és ez a meghatározó, tehát az afrikai akciókból nagyon sok pénz jön be, gyémánt, arany, olaj, ezek pontosan tudják, hol kell ott lenni, és befolyásolják ezeket az országokat. Nézzük például Malit. Mali esetében ugye a mali kormány kérte azt, hogy menjenek oda a Wagner csoport részéről, és most az ENSZ úgy döntött, hogy 2023. december 31-jel megszüntetik a missziójukat Maliba. Azt jelenti, hogy a mali kormányt egy szervezet fogja támogatni, a Prigozsin féle szervezet. Tehát nyilván szükség van rá, és ezt onnan is ki lehet termelni egy-két dolgot, politikailag nem beszélve arról, hogy az oroszoknak komoly érdeke van. Tehát Prigozsinnak ott kell lenni, én nem lennék meglepve, ha nem Ukrajnában menne vissza, hanem Afrika. Hát azért... A Közép-Afrikai Köztársaság, Szudán, Szíria, hát azért van egy-két hely, ahol az emberei ott vannak, olyan 5000 fő, ez nyilván fontos az orosz vezetés számára. Hát azon kívül pedig lehet látni azt, hogy van 15-20 olyan szervezet, amelyek tulajdonképpen magánhadseregnek minősülnek. Jó, egyik se olyan erős, mint a Prigozsin féle csapat. Nem kell ott tartani, például, hogy ezek, nem is tudtunk ilyen nagy számról, hogy ilyen sok ilyen szervezet van, hogy ezek is esetleg Prigozsin példáján felbuzdulva, ami ugyan sikertelen volt a pucskísérlet, de
vagy valami fajta, hát ilyen ellen erője lehet majd, ereje lehet majd nem a zárhatunk Putin adminisztrációra. Tehát esetleg összefoghatnak, hát az Putyinnak nem lenne jó, de azért tudjuk azt, hogy a Putyinak is elég erős a elhárító szervezet, tehát odafigyelnek arra, hogy itt a különböző magáhadsereken belül mi történik, meg főleg az irányításán belül, mennyi pénzt kapnak, tehát ezeket azért nagyjából kormányzati szinten tudják. A kérdés az, hogy akarnak-e beavatkozni, vagy nem. Ha szükségesnek tartják, akkor be tudnak avatkozni. De itt például nem avatkoztak bele most, amikor megindultak Moszkva felé. Prigozsin olyan karakter, aki egyébként nem helyettesíthető. Tehát azért az utódlásról sok szó szokott esni bármilyen más területen is, de minek tudható be az, hogy ő egy kulcs szereplője annak, hogy a különböző országokban egyébként milyen szervezetek, egységek működnek, és azok igen, hogyan vannak működtetve. És hát egyáltalán hogyan tudta ezt létrehozni? Ahhoz nagyon jó kapcsolati rendszernek kell kiépülnie körülötte az évek alatt, hogy pótolhatatlanná váljon. Ezt ki is építette, ezt a kapcsolati rendszert. Tudjuk azt, hogy Putyinnal a viszonya mindig is jó volt, ugye, mint főszakács, meg egyébként, meg arról a vidékről való, tehát szentpétervári, ő is, és ismert ember. És hát kiépítette maga köré azt a szervezetet, ami most már nélkülözhetetlen. Tehát, hogyha folytatják a harcot Ukrajnában, már pedig úgy néz ki, hogy keményen folytatják, akkor erre a szervezetre szükség lesz. Hogy most ebben Prigozsin rész lesz, vagy nem, az egy részletkérdés, az emberei ott lesznek, és ez fontos. Akkor az ereje akkor elérheti majd azt, amit ő eredeti célként kitűzött, illetve utólag legalábbis ugye úgy kommentálta végül is nem sikeres pucsot, hogy ő valójában csak azt a bizonyos két orosz honvédelmet vezető vagy vezénylő alakot akarta lecseréltetni, akikkel személyes konfliktusa is van. Én úgy gondolom, hogy ez megfelel a valóságnak, tehát a minisztert, illetve a vezérkari főnököt szerették. De elérheti ezt az eredet? Nem kapta meg a támogatást tőlük, vagy legalábbis nem annyit, amit szeretett volna, és hát látjuk azt, hogy még mindig a helyén van, tehát nem tudják eldönteni a Putyin. Az a két személy is a helyén van, tehát akkor nem ért el végül is a célját, de számít. Nem ért el a célját, de ennek a játéknak még nincs vége, tehát itt még születhetnek meglepetések, és attól függ, hogy a Prigozsin hogyan viselkedik, mert elég öntörvényű ember, tehát hogyha ő úgy dönt, hogy most egy újabb összetűzést próbál kiprovokálni, akkor nem biztos, hogy hosszú életű lesz. Tehát ez is benne van a pakliban, szokták mondani, de a helyzet az, hogy Putyinnak szüksége van rá, tehát nem tudja. Nem úgy van, mint a többi magánhadsereg, hogy akkor felejtsük el, vagy mit tudom én, milyen szervezethez tartozik, különböző szervezetek tartoznak, ezek nem biztos, hogy a Putyin féle vezetésnek van lehetősége arra, hogy nyomást gyakoroljanak rá. Hát, hogy mennyire szüksége van rá Putyinnak, azt meglátjuk majd a folytatásban, gondolom ezt akartad te is mondani. Ezt tudtam volna én is mondani, igen. Mert hogy hát azért most eléggé megálltak az események a fronton, tehát a nagy előrenyomulás sem az oroszok sem. Nem mondanám, hogy megálltak, mert lövöldöznek rendesen. Vannak azért események, azt mi történik, azt mondjuk. Nagyon keményen folynak a harcok. Folytatjuk hamarosan. Szünet, és utána jövünk. A szünet után gyorsan folytatjuk is háborús rovatunkat. Kis Benedek József van itt velünk a stúdióban. Jó reggelt kívánok! És ugye úgy köszöntünk el, hogy hát nincsen aktualitás, de mégiscsak van aktualitás a fronton, és most megint visszamentek egyébként Bakhmut környékére, ahol van megint csak egy ilyen húz meg erez meg álláspont. Melyik félnek az oldalára billen el inkább az a fajta erő, amit mondjuk tudnak demonstrálni a másikkal szemben? Mert azt látjuk, hogy nagyon nagy léptékű előrehaladás nincsen, hogyha Oroszország sikerül, hogy egy kicsit benyomuljon, akkor az ukránok visszaverik őket, ha valahol sikerül a védelmükön lyukat ütni, akkor onnan verik vissza az ukránokat az oroszok, tehát hogy nem nagyon látszik érdemi változás, ez tény és való, ezért is mondják azt vélhetően, hogy hát lassan halad az ukrán offenzíva. Igen, és ez kapcsolódik az, hogy hosszú háború lesz ennek következtében. Hát ez a húz meg erez meg politikát tapasztaljuk, nem tudják áttörni azt a több hónap alatt kiépített védelmet az ukránok, amit az oroszok ugye előkészítettek. Ez az egyik dolog, tehát mi a feladat? Kisebb erőkkel keresni olyan helyeket, ahol be át lehet törni, vagy legalábbis majd annak a reményében, hogy ott előre tudnak menni, esetleg oldalról tudnak támadást végrehajtani, bekerítik az ott lévő oroszokat. Hát egyelőre ez még nem működik, viszont vannak olyan hírek, hogy most az oroszok északon Bakhmut környékére, illetve Harkov környékére, Harkiv környékére próbálnak koncentrálni, és egy olyan 180 ezer főt átcsoportosítanak, ami azt jelenti, hogy ott újabb frontot fognak indítani. Tehát lehet, hogy ezt a déli zaporizsiai környéki harcokat egy kicsit feladják, és északon próbálkoznak. De mondjuk Bakhmutnak megint mi értelme lenne? Tehát napokig? Inkább följebb, tehát nem csak Bakhmut, mert Bakhmutot már sikerült szétverni eredményesen, de ja, mondjuk Harkivnál még lehet támadni.
támadni, és hát az ukránok is próbálkoznak ezzel, tehát nyilván nem véletlen az, hogy a oroszok ilyen nagy létszámot csoportosítanak át, és gondolom a létszámot oda teszik a haditechnikai eszközöket. Nem tudnak áttörni az ukránok, vagy és már elindult a nagy ellentámadás, vagy ez még mindig csak a próbálkozások sora, és még várnak? Én értékelésem szerint ez még mindig csak a próbálkozás, hiszen még a három részből álló védelmi vonalak közül egyet sem sikerült áttörni. Tehát nagyon-nagyon kiépítették az oroszok ott a védelmet. Ott egyszerűen nem tudnak előre menni. Ráadásul nem tudnak, folyamatosan támadják őket. Még ugye nem mozgósították, ha jól értem, a fő erőiket az ukránok. Akkor lehet, hogy azzal majd át tudnak törni? Vagy ezt a hát egy próbák, ezek nem túl nagy reményt adnak? De ennek is megvan az oka. Azért nem mozgósították, mert ugyan azt mondják, hogy érkezett bőven haditechnikai eszköz, de ez nem felel meg a valóságnak, a szemben álló orosz erők eszközeihez viszonyítva, illetve nagyon nagy szükség lenne a légierő támogatására, az meg nincsen. Tehát mivel késnek a F-16-osok nem érkeztek meg, és úgy néz ki, hogy szerintem ebbe az évben ezek bevezető állapotban nem is lesznek, tehát húzni kell az időt, és ezt látjuk most. Azt, hogy az oroszok ekkora erőt fordítottak a védelemre, az betudható annak, hogy ők felmérték azt, hogy mondjuk azért egy relatív erős ukrán hadsereggel fogják szembe találni magukat, és ezért sokkal fontosabbnak látták. Én egyébként azt olvastam, hogy például Ukrajna harckocsi állománya emelkedett, miközben az oroszoké meg a felére csökkent. Szerintem ez korrekt értékelés, mert a helyzet az, hogy az ukránok, amiket kaptak nyugatról, azok technikai szempontból sokkal több és eredményesebb harcfeladatot tudnak végrehajtani, és nagyobb távolságra tudnak elérni. Tehát most már arról beszélnek, hogy tűzérségi eszközzel, nem csak a HIMARS-okkal, hanem a britek által biztosított tűzérségi eszközökkel is 150 km el tudnak lőni. Tehát az azt jelenti, hogy az előre vonuló orosz csapatokat tudják támadni, meg főleg az összpontosítási körletben lévő csapatokat. Tehát ez egy nagyon valós dolog, és hát az ukránok arra készülnek, hogy azért ők is támadják. Megkapják azt a segítséget amerikaiak részéről taktikai és haditechnikai szempontból, amire szükség van hozzá. Említette ezt a 180 ezer fős mozgósítást, ami orosz részről van. Az ukrán fegyveres erők vezérkarának fő műveleti vezető helyettese arról számolt be, hogy ők úgy értesültek, vagy úgy látják, hogy az oroszok hosszú háború rendezkedtek be, és ez 500 ezer katonát akarnak most toborozni az orosz haderőbe. Erről szól az Euromajdan Press híre. Mennyire lehet? Igen, hát folyik egyrészt a reguláris hadsereg átcsoportosítása egy bizonyos szintig, mert nem lehet megengedni azt, hogy kényes helyekről elhoznak embereket, tehát ott szolgáló katonákat. És ezért párhuzamosan folyik a toborzás, és csak a toborzáshoz tartozik majd az, hogy ezeket az embereket ki kell képezni. Hát ők még nem katonák, attól, hogy valakit behívnak és civileket toboroznak. Hívnak be, önként jelentkezőket, vagy rábeszélik őket, és ettől kezdve, hogyha felkészítették, be tudják venni. Idő, ez megint idő kérdése, és hát most július van, most ugye most kéne harcolni. Jön megint majd az ősz, meg a téli időszak, akkor, amikor ki lesznek képezve, akkor arra megint megváltozik az időjárás. Igen, mert ugye egy ember puskával a kezében még nem feltétlenül harcedzett katona. Az tehát még nem, adnak még, legfeljebb csak ágyútölteléknek felül. Fontos, hogy megtalálják, de hát megtanulják, de ezzel foglalkoznak azért. Volt egy fogolycsere most Oroszország és Ukrajna között, 45 katonát cseréltek ki egymás között. Ezeknek a folyamatoknak ilyenkor mi a valódi jelentősége? Egyszerűen nem tudják biztosítani a hátteret ahhoz, hogy őket egyáltalán valahol fogva tartsák, legyenek olyan egészségügyi szolgáltatások, bármilyen, amire szükségük van, amire egyébként nincsen ilyenkor kapacitás, vagy van valami jelképes jelentősége annak? Mind a kettő igaz, mert jelképes jelentősége abban van, hogy ha majd valamikor tárgyalunk, akkor részünkről volt egy-két gesztus. De vélemény szerint nem ez a meghatározó. Itt az a meghatározó, hogy ezekről az emberekről gondoskodni kell. Tehát ezeket be kell zárni egy táborba, ezek hadifoglyok, ezeket őrizni kell, etetni kell, itatni kell, stb. Na most az teher. És hogyha nem muszáj, akkor ezektől szabaduljunk meg. És ez mind a két oldalon érvényes. Tehát az ukránok se akarják sokáig őrizgetni az orosz hadifoglyokat, és fordítva ugyanez igaz. Tudunk valamit azokról a hadifoglyokról, akiket ide Magyarországra szállítottak, mert közülük néhányat aztán visszajutottak Ukrajnába, de ott kicsit, mintha elhalt volna ez a szál, legalábbis a sajtóban, hát, hogy nem beszélnek róla, de hát 11 ember, az, vagy kb.
többé 11-et hoztak ide, hát az nem nagy szám. Tehát itt ez inkább jelképes dolog, és inkább politikai vetülete van ennek a kérdésnek, mint sem az, hogy most gondoskodnának a hadifoglyokról. Ráadásul sikerült ezt elég szerencsétlen módon megoldani, mert hát ezt meg lehetett volna úgy is csinálni, hogy ne veszekedés legyen belőle, hanem politikai haszon. Azt nem jött össze most. Ezt gyorsan inkább lezárták csöndben a folyamatokat a háttérben, és akkor kevesebbet hát hallunk. Meg kellett volna állapodni az ukránokkal is, és ettől kezdve lehet egy akár pozitív gesztus is, de sajnos nem is sült el a dolog. Egy picit beszéljünk a hátországban történtekről is. Ugye a Híradónak egy fontos és elég dráma híre volt az, hogy Lemberg városában, vagy Vliv, ahogy ukránul mondják, egy nagyon komoly támadást szenvedett egy lakóház, ahol többen meg is haltak emiatt, amiről azonban kiderült, hogy nem feltétlenül csak hát a civilek elhelyezését szolgálta. Ez mennyire kockázatos vállalkozás az ukránok részéről, hogy ez most már bevett gyakorlat, hogy fegyvereket sajnos is bevett gyakorlat. Nem csak itt, hanem más területeken is látunk ilyeneket, hogy civil lakóépületek mellé telepítenek fegyvert, vagy akár az épületbe helyeznek el embereket, helyeznek el technikai eszközöket, és hát azt látjuk, hogy itt is ezt történt. Tehát nem feltétlen... És ezt jogosan támadják akkor az oroszok? Vagy ez a háborúban ez a fogalom, hogy jogos, nem jogos, ez nem létezik? Ezzel annyira nem foglalkoznak, hogy jogos. Azt mondják, hogy megtalálják az eszközt, lefényképezik, itt volt egy sorozatvető, és mi azt semmisítettük meg. Ja, bocsánat, hát ezt úgy mondják, hogy járulékos kár, hát el sikerült eltalálni egy házat, és az egy más kérdés. De hát persze ennek vannak nagyon negatív vonatkozás, hogy gondoljuk, amikor egy kórházat, ahol beteg emberek fekszenek, azokat megtámadnak és szétverik, akkor azért az elég nagy problémát okoz. Mérlegelés kérdése, hogy most megéri ezt csinálni, vagy nem. Hát látjuk, az izraeli hadsereg ez nagyon gyakran alkalmazza ezt a módszert, de ők mindig azt mondják, hogy kérem, itt ilyen eszköz van, vagy ilyen személyek vannak, és ezért kellett a támadás végrehajtani. Ugyanezt csinálják az osztályok. Egyébként, hogy nem közvetlenül a kórházat támadták, hanem a mellette lévő épületet lőtték, és ennek eredményeképpen mondjuk betörtek a kórház ablakai. Ha ez így is volt, akkor viszont az ott tárolt fegyvereket, hogy értelemszerűen nem semmisíti meg, akkor mi lehetett a célja ennek a támadásnak? Meg akarták semmisíteni a fegyvereket, nem biztos, hogy sikerült, vagy mellélődtek. Igen. Hát az oroszok a pontosság nem jellemző, tehát azért nincsenek olyan pontos eszközök, egy kicsit odébb megy, és már is eltalál egy házat, egy kórházat, egy óvodát, egy iskolát, és utána természetesen ezt a média azonnal fölkapja, és nyomják tele a világot mindenütt, hogy mik történtek és milyen rondák. Itt általában azt szokott lenni, hogy nem a házat támadják meg nem a kórházat, hanem ott lévő fegyvert. És azokat viszont rendesen el szokták álcázni. Egy picit beszéljünk a zaporizsiai erőmű környékén történtekkel, ugye más egy szó a héten, de hát azt kevesen tudják felmérni, mondom, mi is elég nehezen, hogy mekkora kockázatot jelent az, hogy most annak a környékén is harcok zajlanak, és milyen károkat... Nem kellene ott harcoknak zajlani, de sajnos zajlanak. Én úgy gondolom, hogy itt, amiket a média hangoztat, hogy itt majd így robbantják, meg úgy robbantják, én hiszek azoknak az értékeléseknek, amit a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség vezetője mondott, nekik ott vannak embereik, azt a területet tudják ellenőrizni, és nagyon el tudom képzelni, hogy a műholdak meglehetősen sűrűn látogatják ezt a területet, tehát tudják detektálni azt, hogyha oda valamit szállítanak, bármelyik fél részéről, és hát megteszik az ellenintézkedést. Egyik félnek se érdekel. De milyen ellenintézkedést tud tenni épp az Atomenergia Ügynökség? Azon kívül, hogy detektálja, jelzi a... Hát jelzi a főnöksége felé, ami az ENSZ, illetve az illetékes felek felé, tehát oroszok felé is, meg az ukránok felé is, és felhívják a figyelmet arra, hogy ennek milyen veszélye lehet. Ennek bármilyen foganatját. Látott van a világ sok országa felszólított de már. De atomerőművet még eddig azért nem robbantottak fel. Tehát azért, de vízerőművet már igen például, az is egy eléggé nagy környezeti katasztrófát okoz. Igen, de az atomerőmű az egy más helyzet. Tehát hogyha azt robbantanának fel, és hát az Atomenergia Ügynökség részéről azt mondták, hogy ott nincs robbanóanyag. Most nem tudom elképzelni azt, hogy ne vennék észre, ha mondjuk egy teherautón bármennyire is letakarják, nem illik bele a napi forgalomba, szállítanának oda robbanóanyagokat. Nagyon sok kell. Ha ezt említi, ez a vízerőműn is sajnos hasonló módon volt, hogy ugye tisztázatlan körülmények között, de csak bekerült valószínűsítetve egy elég jelentős, mondjuk egy teherautónyi robbanóanyag, amivel azt a hatalmas betongátat fel tudták robbantani. Az a kérdés, hogy ki akarta ezt felrobbantani, és milyen céllal. Hát elég nagy az esélye annak, hogy az oroszok, hát orosz ellenőrzés. Stratégiai hasznuk nekik volt belőle az elárasztott területek. Igen.
miatt így megnehezítette az ukrán nézzünk támadást. Nézzünk egy kicsit mi is jövő hétre előre, mi is alatt azt értem, hogy már korábban is beszéltünk az itt lévő elemzőkkel a NATO csúcsról, ahol nagyságrendileg senki nem számít semmiféle átütő újdonságra vagy olyan megoldásra, ami eredményt hozna például az orosz-ukrán háború szempontjából, európai védelemre szeretnének nagyobb hangsúlyt fektetni, miközben ugye Törökország és Magyarország is ugye ott kullog mögötte vétóznak folyamatosan. Elképzelhető-e bármi fordulat, akár itt a NATO csúcson, amivel például Törökországot meg tudják a svédek győzni arról, hogy ratifikálják a csatlakozási kérelmet? Ma is tárgyalnak NATO-ba, NATO főtitkár tárgyal a török vezetéssel. Magyarokkal nem tárgyalnak, mert magyarok ugye megígérték, hogy ha a törökök jóvágyják, akkor Magyarország részéről is ugyanez várható, hogy jóváhagyják. A helyzet az, hogy nagyon közel van jövő hét kedde, és még van egy hétvége. Tehát szombat, vasárnap nem hiszem, hogy nagy események történnének. Itt valami más megoldást kell keresni, tehát nem biztos, hogy ezt most meg tudják oldani. A viszont... svédek részéről? Tehát náluk kell valami olyat... Nem a svédek részéről, a törökök, illetve hát, a magyarok meg tudják győzni, arra gondoltam, igen. Hát, ha nincs meg az egyetértés a NATO-n belül, akkor nem lehet elfogadni. És ha meg lesz, mondjuk a törökök részéről, és mondjuk a magyar parlament már nem fog ülésezni, akkor mi fog történni? A törökök részéről meg lesz, de én úgy gondolom, hogy itt nagyon szoros egyeztetés van a törökök és a magyarok között, és itt nyilván vannak olyan kérdések, amiket nem hoznak nyilvánosságra, de én úgy sejtem, hogy nem fogják most ezt elfogadni, majd egy kicsit később, ami azt jelenti, hogy Putyin dörzsölheti a tenyerét, hogy hát ez az NATO az egyáltalán nem egységes. Aztán lesz egy csomó intézkedés, amit említett, a keleti országoknak az erősítése, erők átcsoportosítása, tehát nem egy fölösleges csúcs lesz ez. Ez egy külön kérdés, hogy most a NATO egységét tudnák azzal egyértelműen alátámasztani, ha megszületne ez a döntés Svédországot illetően. Ismeredek József, nagyon nem szépen. Nem látom, hogy ez összejöjjön. Köszönjük szépen, hogy elmondtam mindezt, ne arra, hogy sajnos lejárt már a beszélgetés. Köszönöm szépen, hogy itt volt ma reggel. Köszönöm szépen.